külpolitikára váltunk. Holnap az egy hétre lesz a választás, az elnök választás az amerikai Egyesült Államokban. Amennyire én figyelem, már pedig minden nap figyelem az előrejelzéseket, egy totális döntetlen körvonalazódik, de nálam nyilván jobban tudja az állási Patris Amerika szakértő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szóval, hogy áll a verseny ön szerint? Hát igazság szerint ö, még bonyolultabb jósolni, mint eddig. Ugye az elmúlt hónapokban Ugye különböző mérések voltak, augusztus-szeptemberben Kamala Harris állt kicsivel jobban, az elmúlt pár hétben Donald Trump visszakapaszkodott, és ő vett át a vezetést, de eddig is hiba határon belül mérték a jelölteket, most viszont kifejezetten teljes döntetlen mérnek, tehát ilyen 0,5 százalék és 0 százalék közötti a különbség a kutatások alapján. Na most a közhangulat, hogy milyen, ez a másik dolog, ami miatt nehéz jósolni, Egyrésztről a gazdasági közhangulat rossz. Tehát annak ellenére, hogy kiváló makrogazdasági mutatókkal zárja Joe Biden az elnökségét, az embereknek a érzete a gazdaságról, megélhetésről nem jó. Tehát igazság szerint Trump is ezzel operál most már a legtöbb kampány rendezvényén, hogy kérdezi a szavazóit, a támogatóit, mondd meg magadnak, mikor éltél jobban most vagy négy éve, és hát négy éve jobban éltek az emberek. A másik dolog pedig, hogy igazság szerint a gazdaságon túl a másik oldal meg azzal próbál ugye operálni, hogy Donald Trump egy veszélyes ember, aki ha visszakerül a fehérházba, az amerikai demokrácia maga is veszélybe kerül. Tehát itt két olyan érv ütközik egymással, ami miatt megjósolhatatlan, hogy végül kijön ki győztesként ígérgetések terén ki mit mond? Van valami extrém ígérete bármelyik jelöltnek? Trump a szokásos, nagyon alapvetően nagyon erőteljesen a bevándorlás, illegális bevándorlás ellenességre fűzi fel a kampányát, a világ történelem legnagyobb deportálását ígéri, ugye megint a mexikói határ megerősítését. Kamala Harris pedig igazság szerint ígérgetésben talán ő, nem játszik annyira, hanem a Trump ellenességre próbálja felfűzni az egész kampányát. És az én személyes véleményem szerint talán azért is történt meg az vele, ami, hogy miután bekerült a versenybe augusztusba, nagyon jól szerepelt, nagyon gyorsan feljött, sőt megelőzte Trumpot, viszont kicsit kifulladni látszik ez a történet, mert csak negatív, szinte csak negatív üzenetei vannak. Pont ezt akartam kérdezni, figyeltem, hogy az utóbbi két hétben vett át Trump a vezetést, és hogy mi történhetett, mert Harris, amikor versenybe szállt, nagyon gyorsan ledolgozta a hátrányát, amit ugye Joe Biden-től örökölt meg, két hónapig vezetett, sőt egyre inkább vezetett, és aztán két-három hete valami megváltozott. Igen, ugye tulajdonképpen 2015. júniusa óta, amióta Donald Trump ugye a arany mozgó lépcső leereszkedett a saját felőkarcolójába, és bejelentette indulását az elnökségért, az egész demokrata párt ő ellene mozgósít, és ő ellene fogalmazza meg magát. Na most ez 2020-ban működött, de akkor volt egy óriási koronavírus járvány, nyilván ez gazdasági, negatív gazdasági hatásokkal is járt, és hát a másik, hogy akkor, ha szabad így mondanom, ellenzékből volt ez a üzenet. De most a demokraták kormányon vannak, Kamala Harris a hivatalban a lévő alelnök, tehát Joe Biden helyettese tulajdonképpen, úgyhogy talán ez így nem nagyon megy át a választók szemében, hogy, hogy egy, végül is az ellenzéket próbálja támadni most kormányról Kamala Harris. Én azt gondolom, hogy az utolsó egy hétben fog eldőlni ténylegesen, hogy ki lesz az elnök. Ugye ez úgynevezett hat vagy hét csatatér államba, vagy inga államban, ezek azok az államok, amelyekben az elmúlt két-három választáson rendkívül szoros volt a két párt között az eredmény. Itt fog eldőlni, bizonytalan szavazók akár csak tízezrein múlhat, hogy ki lesz a következő lakója a Fehérház. Azért az brutális, már mint hogy 300 milliós, 330 milliós ország és ezer szavazaton múlhat az elnökség. Vagy még kevesebben. Még kevesebben. 2000-ben volt, hogy Floridában 500 körüli szavazaton múlt egy George Bush vagy Al Gore ő nyerte az elnök választást. Tehát és így, újra számolás volt, újra számolás, nem ráadásul. hajci, jogi hajci, és hát ez egy másik dolog, hogy az ezen a választáson is nagyon nagy valószínűsége van annak, éppen a nagyon szoros eredmény és az óriási politikai megosztottság miatt, hogy november 5-e után is még folytatódnak a a választás körüli kérdések. Legutóbb, mikor önnel beszélgethettem, akkor szóba került Ellen Lichtman, a történész, aki az utóbbi tíz választásból kilencet takra eltalált. Ő azt mondta most a napokban, talán tegnap, tegnap előtt, hogy a legfrissebb számok ellenére továbbra is tartja, hogy Kamala Harris nyeri a választást. Erről ön mit gondol? Így van, az ő modellje azt állítja, hogy a kutatások, a kampány nem számít, azok a bizonyos, az a bizonyos 13 kulcs, vagy 13 faktor határozza meg, hogy hivatal marad-e a párt, ami kormányoz vagy sem. Ő, ő azt mondja, hogy nyilván ő is ember, ő is tévedhet, ugyan az elmúlt 10 választásból 9-et megtippelt, és 1860 óta vizsgálta az elnök választásokat, ez alapján állította fel ezt a modellt. Ő mai napig azt mondja, hogy Kamala Harris lesz az elnök, de nyilván azt mondja, hogy a hibázás benne van az ő modelljében is. Nyilván óvatos. Láttam egy nagyon érdekes videót, eh, valahol kampányolt Donald Trump, és egy muszlim vezető feljött a színpad, és azt mondta, hogy mi amerikai muszlimok Trump mellett vagyunk, rá fogunk szavazni, mert ő békét ígér a közelkeleten és békét ígér Ukrajnában. Ez egy meglepő fejlemény, vagy eddig is Trump mögött voltak a muszlimok? Hát nem teljesen, és sőt emlékszünk, hogy 2016-ban, amikor bekerült a fehérházba Trump, először akkor kifejezetten egy muzulmánok beutazását tiltó rendelettel kezdte az elnökség illetve hogy a nemzetközi terrorizmust hozzákötötte nyilván az iszlám világhoz. Na most itt az a nagy változás történt, és ez egy politikai fordulat, hogy ugye az Izrael és Gáza közötti konfliktusban a demokraták labírozni próbálnak, ugyanis az egyik legfontosabb ilyen billegő államban, Michiganben él az amerikai arab társadalom, muzulmán társadalom legnagyobb része. És ők ugye nem tudják támogatni azt a demokrata pártot, amely kiáll Izrael mögött illetve a szademokat a pártot, amely egy ilyen konfliktus halmaszt nem tud menedzselni a közel -keleten. Úgyhogy ez is egy olyan történet, amiben Donald Trump politikai opportunizmust használva próbál most szavazatokat hozni, és valóban az, hogy egy muzulmán vezető kiáll mellett, ez egy újdonság. És egyébként ezen a területen volna bármi különbség, ha Trump, illetve Kamala Harris nyert, tehát a közelkeleti béke megteremtése, vagy a konfliktus lezárása tekintetében? Alapvetően a külpolitikai kérdésekben ahogy azt szoktuk mondani, hogy Amerikai nagy, nagy hajó nehezen fordul. A, a fő különbség talán, ami kézzel fogható, hogy Trump, sokkal inkább egy bilaterális külpolitikai világban gondolkodik, a demokraták pedig egy multilaterális dologban, és bármely konfliktus nézzük, közel-kelet, orosz ukrán háború, akár a csendesóce térségben, Kína és Tájván kérdése, itt a hozzásbeli különbség lesz a meghatározó, hogy bilaterális vagy multilaterális alapon próbálják megközelíteni. És mi, a, mi, lenne a különbség az, egy, az Európai Unióhoz fűződő amerikai viszonynak, hogyha Trump nyer, illetve a Kamala Harris. És itt egy konkrét kérdést is föltennék. Trump azt mondta, hogy az európai autókra akár 100%-os védővámot is kész kivetni, ami mondjuk már Magyarországot is rendkívül kellemetlenül érint, hiszen számos autógyár működik itt. Gulyás Gergely azt mondta, hogy semmi gond, mi majd ezt lett és megalkuszunk trump Na most pont ez az, hogy Trump ugye abban próbál utazni, hogy egyes országokkal bilaterális, tehát kétoldalú szerződéseket kössön, megállapodásokat, de összességében kérdésére válaszolva Európai Unióval való viszony egy nagyon forró viszonyjá válhat, hogyha Trump kerül a Fejérházba, ugye ez már az első elnökség alatt is így volt, hogy emlékszünk Angela Merkel német kancellárral is egy nagyon érdekes viszonya volt, és Európai Unió számára mindenféleképpen jelentős kihívást hoz el, hogyha Donald Trump visszakerül a fejét. Tehát azt ki lehet mondani, hogy Európának jobb lenne, hogyha Kamala Harris lenne a következő amerikai Én ezt szépenek? így nem mondanám, de az Európai Uniónak egy könnyebb lenne, rövid távon legalábbis, hogyha a demokraták folytatnák a kormányzást. És akkor ha Magyarországgal kapcsolatban kérdezem ugyanezt, Rövid távon az Orbán kormánynak mindenféleképpen nagyon jó lenne, hogyha Donald Trump visszakerülne a Fehérházba, mert az amerikai-magyar kapcsolatokat legalábbis legfelső politikai diplomáciai szinten gyakorlatilag azonnal lehetne rendezni, de már közép és hosszú távon akár a trump elnökség is nagyon komoly érdekkülönbségeket hozhat majd felszíre a Fidesz és a republikánus párt között. Még egy, igazából ez már szolgálati közlemény a kedves nézőknek, Járó Pátrész, ha jól tudom, jövő kedden egy itt éjszaka hajnalig tartó választási műsorban lesz állandó szakértő, ezt jól mondtam? E jól tudja, igen, így lesz. Szuper, így hát leszek. én, egy néző már biztos lesz, én, de nyilván hogy tömegek fogják nézni. Köszönöm szépen, hogy itt Köszönöm volt ma reggel el, is. Hívást.